Egy közösség, amely vidámságot ad az embernek. Egy közösség, ahol megoldódnak a gondok. Egy közösség, amely utat mutat Isten felé. Ez a család. Egy sajátos közösség, amelyben a szeretet összekapcsolja a tagokat, elválaszthatatlanul egy életre. A Szombathelyi Egyházmegye minden évben rendez a családok számára találkozót, hogy újra és újra erőt adjon az egymás és Isten iránti hűségre, kitartásra és lelki elmélyülésre. Idén Lenti adott otthont a Családi Lelki Napnak. Az egyházmegye minden részéből érkeztek résztvevők a találkozóra, hogy a különböző programokon hallottakat felhasználják saját maguk és családjaik fejlődésére. Az előadások is nagyon tetszettek, főleg a Laci atya nagyon humorosan, ukrán is hát közérdekű volt minden. Jól éreztem magamat. Közösségben jó, és a hit az sok mindent megold. Az én családom mélyen vallásos család, egy húgom van, és a szüleim élnek még, és gyakran járunk szentmisére, és nekünk az Istennel való kapcsolat nagyon sokat jelent. A családnak összetartó ereje van, és amit egyedül nem tudnánk megvalósítani, azt a közösségben sokkal könnyebben létre tudjuk hozni. A találkozó felnőtteknek szóló programjai az eukarisztia köré épültek. Az egyén, a család és az oltári szentség kapcsolatáról beszélt Székely János megyés püspök, valamint Kis László kölmendi plébános az aulában. Török Péter és Orsolya a házaspárokat bíztatta az eukarisztia iránti tisztelet közös erősítésére és megélésére. A szociális testvérek pedig vezetett imádság mellett az eukarisztia csodáiról tartottak előadást. A kisebbek kézműves foglalkozáson vehettek részt, Lendvai Zoltán atya gördeszkás bemutatóján maguk is a deszkákra pattanhattak, Bognár István atya pedig a Paplikáció nevű alkalmazás fejlesztéséről beszélt. Az egyházunk egyik legnagyobb kincse a családok. A hitünk arra tanít minket, hogy a világ szeretetből van. Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetéből, örök önátadásából. És mi emberek arra születünk, hogy szeressünk, az életünket odaadjuk. Isten azt is akarta, hogy ez a szeretet termékeny legyen, túlcsorduljon, a szerelemből, a szeretetből élet fakadjon. Vagyis kincseink a családok, akik élik ezt a titkot, szeretnénk őket ebben megerősíteni, illetőleg ünnepelni a családot, ünnepelni a családban jelenlévő békét, szeretetet, megértést, ebben erősíteni a házastársakat. Sajnos a világunkban a családok rengeteg kihívásnak, negatív hatásnak vannak kitéve, de úgy gondolom, hogy az emberek szívén a vágy a családra, a békére, az önátadásra nagyon is megvan. Fiatalokat, ha kérdezik, hogy mire vágynak a leginkább, mit szeretnének, akkor nagyon sokan írják be, hogy egy szép családra vágynak, egy ilyet szeretnének fölépíteni. És éppen ezért a világunkban a családok egy nagyon nagy jel, amelyre a nem hívő emberek is fölfigyelnek, ami által az egyházunk szimpatikussá, vonzóvá tud válni. Egy ilyen világban, ahol a családot sok támadás, kihívás éri, fontos, hogy összefogjunk, egymást is erősítsük. Bíró püspök atya mondogatta, hogy a pozitív deviancia szigeteit kell létrehoznunk, olyan helyeket, ahol ezt a manapság már szinte különlegesnek számító életmódot, hogy hűségben élünk, tisztán várjuk a házasságot, a gyermekáldást elfogadjuk nagylelkűen, ahol ezeket az értékeket éljük, és együtt tudjuk őrizni. Ilyen szigeteket, élő szigeteket szeretne az egyházunk mindenfelé létrehozni. A napot Szent Mise zárta a Szent Mihály templomban,